Képviselőcsoportja nevében helyeztük el kegyelet koszorúját Nagy Imre szobránál, emlékezve 1956 és 1990 történéseire. Mindaz, ami történt az elmúlt 56 évvel ezelőtt, annak a jogállam, a szabadság, a biztonság és a szociális biztonság volt a küldetése. Egy szabad, demokratikus, biztonságában erős Magyarországot szeretett volna. Ma azt mondjuk, hogy van 2014-ben feltendő kérdés, hogy hogyan teljesült az 56 szellemisége, hogyan teljesült 1989 rendszerváltása. Beszélhetünk-e jogállamról, beszélhetünk-e demokráciáról, de ami ennél is fontosabb, beszélhetünk-e szociális biztonságról. Beszélhetünk-e arról a létbiztonságról, amelynek a megteremtéséért 56 hősei mártírhalált haltak, de küzdöttek, mert úgy érezték, hogy csak akkor lehet valós demokrácia, önálló rendelkezés egy országnak, hogyha a bennélő emberek is úgy érzik, hogy a hétköznapok biztonsága számára is megadatik. Ez a kérdés mai napig aktuális. Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjai, tagjai, szimpatizánsai ezt a vágyát 1956-nak és 1990-nek hivatottak beteljesíteni.